Ez az ötödik alkalom, hogy megrendezték ezt a konferenciát. Miért van erre szükség? Azért van erre szükség, mert lehet látni Magyarországon, hogy nem boldogtalan. És valójában a konferencia és maga a Szent Korona eszmény, illetve a Szent Korona eszménynek a megismertetése egy olyan megoldást adhatna az országnak, amely a jövőnket is megalapozná. És ezért kerül megrendezésre minden alkalommal maga a Szent Korona konferencia, ahol a Szent Korona eszmével, illetve a magával a történeti alkotmánnyal ismerkedhetnek meg azok, akik erre kíváncsiak. Említette, hogy egyfajta megoldást nyújthatna a Szent Korona eszme Magyarország jelenlegi problémáira. Ez hogyan valósulhatna meg? Először is azt tudni kell, hogy a Szent Korona eszme, illetve a történeti alkotmány, az valójában Isten központú. Tehát ma az a nagy problémánk, nekünk ugye írott alkotmányunk van, ugye a 49-20-as, amely ugyan szövegében kicserülődött, de jogfolytonosságra mégiscsak a 49-20-ashoz tartozunk, azon az alapon módosítja a parlament az alkotmányunkat. Most itt szó nincsen Istenről. Most az a társadalom, amivel pedig nincsen Isten, ott nincs állandóság, ott ki lehet mondani azt, amit a legfelsőbb bíróság is kimondott, hogy Magyarországon nem igazságszolgáltatás folyik, hanem jogszolgáltatás. Most ott, ahol az embereknek nincs igazsága, az nem emberhez méltó élet. És a történeti alkotmánynak igenis központi része maga az Isten hit is. Ugyanis a Szent Korona az a elején számára az egyrészt megszemélyesült, másrészt azt kell mondani, hogy nem maga az Isten, hanem emlékezteti az Istenre a közösséget. Mert a Szent Korona az a pont, hogyha rátekint az ember, ahol ég és föld találkozik. És az egész eszmerendszer tulajdonképpen arra emlékeztet, hogy nem egy fogyasztói világban kell élnünk, hanem az örökké valóságot kell megtanulnunk, amíg itt vagyunk a Földön. A mostani alkotmányozásban, az alkotmányozás jelenlegi folyamatában úgy tűnik, hogy valamilyen utalás majd lesz a kereszténységre, illetve a Szent Koronára. Ön szerint ez mennyiben lesz elegendő? Hát én rögtön azt a választ mondom, hogy ez kevés lesz. Tehát az, hogy beszélünk a kereszténységről, meg beszélünk a Szent Koronáról, egy preambulum van, és utána minden marad változatlan, azt kell, hogy mondjam, hogy érdektelen számunkra, hiszen nekünk azt a 65 évet, amióta gyakorlatilag ugye a történeti alkotmány megszűnt, mert ennek a időpontja is egy külön kérdéskör, hogy megszüntethető-e, egyáltalán megszüntethető-e a Jóisten. A Szent Korantan sem lehet hatályon kívül helyezni, nekem ez a meglátásom. Ráadásul, hogyha azt nézzük, hogy 1944. március 19-én jön a német, utána pedig 1945-ben jön a szovjet, tehát mi megszállás alatt vagyunk. És az alatt a megszállott időszak alatt történik az, hogy a 46/1-essel 1946. február 1-én köztársaságot kiáltanak ki, utána abból lesz a 49-20-as, a Rákosi féle népköztársaság, és azzal vagyunk jogfolytonosak mai napig, mert a 89. október 23-án csak kikiáltják a köztársaságot, de valójában új alkotmány nem készül. Tehát, ha úgy nézem, a mai napig úgy tudnánk tisztába tenni a helyzetet, hogyha a 65 évet fölülvizsgálnánk és visszatérnénk a történeti jogfolytonossághoz. Nálunk az ige volt az igazság, ugye itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy hitből fakadt ország volt Magyarország. Nagyon furcsa módon még a szerződéseket is úgy kötötték, ami példátlan, mindenhol a közjegyzősi szerződéskötési mód. Nálunk úgynevezett hiteles helyeken kötötték a szerződést, azok papi káptalanok voltak és szerzetesi konventek, és ennek következtében ugye maga a szertartás is, a szerződés megkötése is több volt, mint egy egyszerű kötelmi kötelezettség. Egyébként ennek következtében óriási lett az írásbeliség Magyarországon, ezt kevesen tudják, hogy több mint 320 ezer oklevelünk maradt meg ebből az időszakból. De a lényeg az, hogy ezt fejezi ki már az is, hogy az országot felajánlották. Ugye a Hartwig-féle legenda szerint, de egyébként a Szent István nagyobb legendájában végig ajánlja fel az országot a Szüzanyának,
ugye Szent István, és nyilván ennek történelmi hagyományai lehettek, de ettől a pillanattól kezdve egy arasszal közelebb volt Magyarország a Mennyországhoz, mint a Föld bármely pontja. Tehát ebből kialakul egy olyan jogi gondolkodási mód, hogy Magyarországon minden birtok gyökere a Szent Koronából ered, és oda is tér vissza ez a radix omnium possessionum, radix gyökér omnium minden possessionum, birtok, minden birtok gyökere a Szent Koronából ered, oda is tér vissza. Ez azt jelentette, hogy itt ez a földdel akármilyen módon nem lehetett rendelkezni. Birtokolni lehetett, használni lehetett arra, akit alkalmasnak találtak rá, tehát az, aki a szívében olyan honszerelem virágzott, hogy azért a közösségért, és azért a földért a vérét is áldozta volna, azt alkalmasnak találták, hogy az örök létet megőrizze az eljövendő nemzedék számára. Egyébként nagyon érdekes a középkori latinságunkban a korona szó az olyan értelme is bírt, nem csak ékítményt jelentett, hanem olyan értelme is bírt, hogy határ. Tehát az ember azt mondja, hogy szakra korona, azt mondja, hogy szent határ. És egyébként pedig a korona az közösséget is jelentett. Ez a fináli féle szó, latin szótárban 1884-ben még ugyanígy megtalálható. Erre emlékeztet a papi korona kifejezés is. Tehát, hogyha azt mondja az ember, hogy szakra korona, akkor azt mondta, hogy szent határ, meg szent közösség. És valóban így van, Hartwig szerint, hogy a Szent István alá a pillanatában nem csak az ország területét, hanem a benne élő közösséget is felállította az égieknek. Ha királyság lennénk, akkor elismernénk közösségileg, hogy van Isten. Ha van Isten, akkor föltesszük a kérdést, hogy milyen Isten van. Keresztény Isten van. Hát hiszen a Szent Korona szinte nem győz megdőlni a kereszt, hogy vedd már észre, keresztény vagyok. Na most, hogyha keresztény Isten van, és történeti alkotmány szerint élünk, akkor vannak bizonyos kérdéskörök, amiről nem lehet szavazgatni. Például ilyen az abortusz kérdésköre. Hiszen az élet az Istentől van, szent okokból élni akar, tehát az nem szavazási kérdés, hogy el lehet-e venni valakinek az életét, vagy sem. És gondoljunk bele, hogy ez Csonka Magyarországon csak több mint 6 millió embert jelentene, és akkor még nem beszéltünk a történelmi Magyarország területéről, hogy mennyi magyar nem született meg. Például, és ugyanígy eutanáziáról sem lehetne szavazni, mert ma jelenleg mi úgy élünk, hogy azt a látszatot keltik, mintha valakinek többsége van, akkor igaza is van. Pedig az igazság és a többség fogalma nem függ össze. Tehát ha 100 000 mondanak hazugságot, az nem válik igazságá. Ha egy ember mond igazat, akkor is az igazsága lesz. Tehát a mi alkotmányunknak az a fő problémája, hogy nem értékközpontú, nincsenek általános alapértékelvei. És nekünk azt szerint kellene érni, hogy vannak kérdéskörök, amiről nem lehet vitatkozni. Tehát arról nem lehet vitatkozni, hogy a nap keleten kell fel, vagy nyugaton. De ad abszurdum, most úgy tűnik, mintha azt is lehetne megszavazni, hogy nyugaton kell fel a nap. Tehát én azt gondolom, hogy szinte minden kérdésben megoldást jelentene, és másrészt pedig azt hiába próbálják azt gondolni egyesek, hogy az elmúlt 65 évet nem kell helyre raknunk, ez nem fog megtörténni. Előbb-utóbb igenis szembe kell néznünk az elmúlt 65 évvel. Mondom, a Szent Korona az nem egy tárgy, és nem is egy olyan a mi életünkbe, ami Istent helyettesíteni. Tehát nem egy bálványimádásról van szó. A Szent Korona az a jel, ami a Kárpát-medencébe születőknek a lelke mélyére beleégettek, és ugye egyszer felkeresi, attól kezdve oldhatatlan szerelem fűzi ahhoz, hogy újra és újra fölkeresse. A Szent Korona az, amiben benne van az őseinknek minden tudása, minden hite és minden joga. A Szent Korona az, ami tulajdonképpen képes lenne ezt a nemzetet föltámasztani.